Sziasztok, köszöntök innen mindenkit az érdligeti megállóhelyről. Azt, hogy miért jöttem ide, azt majd később be fogom mutatni, még most még nem árulom el, mert lehet, hogy nem is fogom megtalálni azt, amiért igazából ide jöttem, de addig nézzem ezt a megállóhelyet, meg ez, hogy ilyen vonatforgalom elindult, viszont a felújítás még nem fejeződött be. Ezért a két fiókolós peron az már megvan. Itt emlékszem még a felújítás előtt, hogy nézett ki. És itt lesz majd egy rámpás lejárat is, de ez ott munkaterület, tehát arra felmehetünk. És még a másik vágány melletti pedonban még most is dolgoznak, az még sehol nem tart, ezért egy vágányozás van errefele is. Viszont megépültek a pedontetők. Igen. A digitális utas tájékoztatónak is itt van már a helye, de még nem üzemel. Sőt, úgy látom, hogy épül egy aluljáró is itt a... De hát itt csak gyakorlatilag csak a két pedon közti átjárás miatt. Itt van itt egy P+-szel parkoló is, de ez meg. Az aluljáró az még nincsen kész, de igen, de így fog kinézni. Hát ez gyakorlatilag csak annyi lesz, hogy át lehet itt menni. Ugye külön szinten a másik peronhoz. Ugye, hát zajvédő fal is épül ide. És hát ez pedig itt a P+-szel parkoló. Vagy legalábbis majd itt lesz. És ami eddig is meg volt átjáró, az most meg ott itt a vasúti átkelő, ahol szintben át lehet menni. Ja, ez volt régen is, sőt régen, még azt hiszem, hogy itt egészen az átjárói tartott a peron, és akkor ugye ez volt a szintbeni átjárást, így oldották meg, hogy ezen a biztosított átjárón. Hát most akkor ez megvan, akkor hát akár meg úgyis arra kell tovább menni, úgyhogy hajrá. Az pedig ott egy szolgálati lakás, ezt nézzétek, az egy... Szerintem az volt régen a sorompóőrhely, de ez egy biztos, hogy ez egy ilyen MÁV épületi szolgáltatlakás. Viszont úgy látom, hogy üresen áll, de azért úgyis arra fog menni, megnézem. Ez a régi szolgáltatlakás, ez még úgy tűnik, hogy lakott is, mert még kutyaház, meg minden van, meg muskátlik is vannak az ablakba kirakva, úgyhogy ezt akkor hagyjuk is. Mert szerintem itt laknak, csak éppen nincs itthon senki. Szerintem a MÁV szabványú kőkerítés megvan. Egész sokat, tehát még valószínűleg ez is az évasúthoz tartozott ez az egész nagy terület. És akkor lassan nekem is meg kéne nézni, hogy akkor merre is kell itt tovább indulni.